mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy újólag eljöhettem előadást tartani. Ortobágyi Csillagoségbolt Parkról, illetve az ott folyó munkáról már a korábbi években beszéltem. Most egy olyan fejleményről szeretnék beszámolni, ami szervesen kapcsolódik a Csillagoségbolt Parkhoz. Ugye hát onnan jöttem, ahol az ég a földet éri, egy természetes planetárium, ugye, ahol a horizontó horizontig lehet látni a csillagoseget. És hát ez nem csak nekünk érdekes, meg az élővilágnak, hanem ugye inspirálta az itt élő embereket is, majd mindjárt meglátjuk. Hát ugye ez csak egy felvillanás erejéig, hogy a Hortobágyi Nemzeti Park most már 2011 óta csillagoségbolt park is. Ez a szlogenünk, az égbolt is élmény. És hát már ugye a kezdetén azért érzékeltem, hogy itt többről van szó, mint csak a csillagoségről, csak az élővilág védelméről, vagy a turizmusról. Ugye itt egy élő pásztorkultúra van. A Hortobágyi Nemzeti Park világörökség része 1999 óta, és a világörökség egyik attribútuma az az itt még mindig meglévő pásztorkultúra, és itt ugye szerencsésen találkozik ez egy pásztor, hagyományos pásztorszállás és a csillagoség. És ugye a mai pásztorok is léteznek még Hortobágyon, ma is pásztorok, sőt nagyon is, hála Istennek. Ez az egyik utolsó hely egyébként Magyarországon, sőt azt mondom a világon is, ahol még egy élő pásztorkultúra létezik. Itt éppen a idei Astro-Gastro programunk keretében, amikor slambuc főzéssel egybe kötött csillagászkodás volt, csak itt még éppen a vendégek eszegetnek, mi már itt a egyik juhásszal állítjuk be a távcsövet. És tulajdonképpen hát ez adta magát, hogy foglalkozzak azzal, hogy ugyan a pásztorok mit tudnak a csillagos égről. Ugye először a Zsigmond Győző írásából olvastam el, hogy hát tulajdonképpen lehet, hogy a hortobágyiak még talán többet tudnak a csillagos égről, mint az erdélyek, mert az erdélyi magyarság csillag név használatáról írt. És akkor fellapoztam a néprajzi munkákat, ugye ez egy ilyen alapkönyv, a Balassa-Ortutai Magyar Néprajz, és akkor mindjárt láttam, hogy ugye itt Szent Dávid ül a Holdban, időjóslás, ugye felfele áll a Hold hegye, Orion csillagkép, ugye mint a kaszás, követi a Sántakata, Göncöl szekér meg a rúdja, tehát ezek ugye ez egy 70-es években megjelent könyv, írja, hogy hát igen, a magyar nép érdekelt, foglalkozott ugye a csillagos éggel, és ezekre majd emlékezzünk vissza, amit ugye az Ortutai féle alapműben van. Aztán elkezdtem ugye utána nézni, elég sok, hál' Istennek elég sok irodalmat lehet találni, itt Lugosi Józsefnek, a Kálmány Lajosnak a munkái, Kandra Kabos, Herman Otto, ugye talán a legismertebb ezek közül a régi könyvek közül a Torockai Viganderének az Öreg csillagok, és itt van, amiből aztán későbbiekben nagyon sokat merítettem, Varna Gábornak, aki kifejezetten Hortobágy környékével foglalkozott. Na most, hogyha Kandra Kabost megnézzük, hogy a 19. század végén mit ír, hát ugye azt írja, hogy hát, ha még adtunk volna rá alkalmat, hogy ezt az örökség és hagyományunk ne halljon ki az utolsó nemzedék is, írja a 19. században. Hát, ugye sajnos, ugye azt gondoljuk, hogy már ez a hagyomány, ez egy kihalt hagyomány. Az igaz, hogy írja, hogy hát igen, még az idő, például időjelző, tehát ugye a időmérő csillagok azért talán még megvannak. Aztán ugye Herman Otto ott van, aki járt Hortobágyon is, mint kiderült ugye ebből a munkájából, hát persze, hogy járt, ugye azért Hortobágy már akkor is érdekes volt, és ugye egy puszta angyalházi, ugye azt angyalháza puszta, most már így hívjuk, az Hortobágy része, ott van egy csikós számadó, akinél sokat járkált, ez a Tóth Samu, aki ugye a kaszás csillagról beszél, Sántakatáról beszél, ugye a furú csillagról, ugye a göncör hátsó kerekeitől egyenesbe mindig áll, és ugye meg is jegyzi Herman Otto, hogy helyes felkiáltó jellel. Tehát ugye azért Hortobágyon csak van valami, akkor még a 19. század végén, 20. század elején. Hát ezt csak azért vetítem most be, hogy tulajdonképpen az összes ősi kultúra szempontjából fontos volt a csillagoség ismerete, akár ugye tájékozódás, akár kultikus szempontból, vallás szempontjából, ugye a csillagoség mozgásai, az időmérés, a tájékozódás, a égtájaknak a megismerése szempontjából, illetve akár, ugye tavaly hallhattunk erről előadást Barta Lajos részéről,
Ugye nyilván a mezőgazdasági munkákhoz ez egy elengedhetetlenül fontos dolog volt. Ugye a maga a heliákus kelés téma, ugye, amit most csak éppen felvillantok, ugye a híres Sirius heliákus kelése, az megint csak ugye azt mutatja, hogy mennyire fontos volt figyelni a csillagos eget. És hát a későbbiekben egy ilyen munkában, mint például ugye Hésziódosznak a munkák és napokjában szintén hosszasan ír, ugye nagyon szép verses formában, hogy melyik csillagkép feltűnésekor milyen mezőgazdasági munkákat kell végezni, és ugye egy nagyon fontos és megfontolandó és megtartandó ajánlatot is tesz, amit ránk is érvényes lenne, hogy ahogy a napolók és éjek hosszához tud igazodni mindig, amíg földanya, minden élő anya megadja sokféle gyümölcsét, hogy a mai emberettől erősen eltér, mert úgy gondolja, hogy az éjszaka az kivilágítandó és kivilágítható, úgyhogy itt mindjárt a fényszennyezés is bejön a körbe. És hát ugye ez a középkorban is tovább él, ez itt a Berry Herceg hóráskönyvében, ahol megint csak ugye a csillagos ég ismerete. És akkor a középkorból már ismerősek ilyen krónikák, vagy könyvek, vagy csíziók, ahol például a pásztor csillagászatról szó esik. Itt ugye éppen a pásztor méri egy ilyen nagyon egyszerű módszerrel a csillagok magasságát, és ez alapján az időt. És akkor visszatérünk Kortobágyhoz ezután a kis kitérő után. Ugyanis megjelent 1927-ben Debrecenben Móricz Pál, ugye nem elírás, Móricz Zsigmondnak a rokon, névrokona, egy könyvecske, és ilyen hangzatos dolgokat ír, hogy itt 1000 év előtti sok szokás és hagyomány megőrződött. Na hát ugye, ha meglátjuk mindjárt, azért is vetítettem be az előbb azokat a képeket, hogy ez nagyon is igaz. És akkor van itt egy másik néprajzos, Szűcs Sándor, aki 1946-ban arról ír, hogy a pásztorok, és ez lehetne az egész szlogenje, azt hiszem, a pásztor módra tájékozódtak csillagok állásából, föld fűmienségéből, tehát ugye a csillagok állásából tájékozódtak. És itt mindjárt van egy nagyon fontos kép, amit nagyon nagy szerencsémre megtaláltam, egy 20. század elejé képeslap, ugye a csillagvizsgáló csikósokról, ami most már a Hortobágy örökös pásztorainak is az emblémája, mert van egy ilyen cím most már, amit ilyen idős pásztorok kapnak meg. Ugye ez az, ami a későbbiekben még visszaköszön, mert gyakorlatilag ez a hagyomány, ez a tudás, ez ugye apáról fiúra szállt, és mindaddig, amíg ezek a pásztor dinasztiák megvoltak, ami mondom, Hortobágy egy fantasztikus hely, egyre inkább most ennek kapcsán is rájövök, mert olyan pásztor családok vannak, ahol sok-sok generációra visszamenőleg adják tovább a tudást. És tulajdonképpen ez az egésznek a titka, és ez az, ami manapság ugye erősen megkérdőjeleződik, hogy ez még mennyire fog folytatódni, mert ugye még ha vannak is ilyenek, akkor is az iskolában már ugye nyilván nem azt a hagyományos népi tudást fogja megtanulni, hanem egy természettudományos tudást. Na és akkor tulajdonképpen most itt előre szaladtam olyan értelemben, hogy először én a Barna Gábor írása alapján kezdtem el előadásokat tartani, hogy hát igen, Hortobágyon a 82-ben még értek öreg pásztorok, akik erről még valamit sejtettek. Aztán tavalyi évben elkezdtem abba az irányba elindulni, hogy hát ugyan nézzük már meg, hogy a maiak mit tudnak. És akkor elkezdtem járkálni, hát itt például őt külön kiemelni, majd meg is hallgatjuk a Molnár Józsi bácsit, aki másfél osztályt végzett, de igen bölcs ember, ennek ellenére nagyon sokat tud, és talán ő tud a legtöbbet ebből a régi tudásból, de a többiek is, ugye, akiknél jártam, majd hallunk tőlük. Tehát összesen idáig ő náluk járt, ő a legfiatalabb. És miután pásztor család tagja, pár olyan dolgot is mondott, amit egyik sem más, és nagyon jó dolgot mondott, és láthatóan nem iskolában tanult, tehát még a nagypapájától hallott csillagászati ismereteket. És akkor most gyorsan elindulnánk, mégpedig olyan formába, a fennmaradó kis időmben, hogy tényleg ez most csak ilyen kis szemelvények ebből az egészből, mert nagyon rövid az idő. Barna Gábor írásából, ahol fekete alapon fehér szöveg van, ugye az őtől ered, és a fehér alapon fekete szöveg az pedig az én gyűjtéseim, és azokból majd egy-egy mondatot idéznék, arra nem lesz idő, hogy mindent felolvassak, de egy-egy mondatot fel fogok olvasni, mert ilyen nyelvezeten én már nem tudok beszélni, ilyen ízes nyelven, ahogy a pásztorok beszélnek. Na minden esetre ugye írja is, hogy nem véletlen, hogy a pásztoroknál őrződött meg, hiszen ezeknek az embereknek az életformájához hozzátartozik, főleg a hagyományos, tehát nem a mai
ugye modern és tározó pásztorkodásnál, az, hogy kint vannak a természetben, hajnali fejés van, néha napján ugye éjszaka is, akár elmentek legeltetni, akkor főleg a tilosba, de minden esetre éjszaka is kint voltak. Na most ugye itt vannak a gyűjtésem, amit ugye úgy csináltam, hogy magnóra vettem, utána pedig szépen szóró-szóra lejegyzeteltem a lényeges dolgokat. Ugye a fiúk kint hártak a gyepen, szabadálláson volt a jószág, másik mondja, hogy 6 éves korunkban is már részt vettünk az éjszakai fejésnél, nem volt náluk óra. Az öregek napirendje a csillagok állásához igazodott. A fekhely mindig kint volt a gyepen a bundába, nekünk kint a jószág mellett kellett lenni éjjel-nappal, stb. Tehát ugye, és akkor mondja, aki már nem volt, már nyugdíjas idős pásztor, azt mondja, hogy egész más a faluba, ahol lakik, ott csak az ég tetejét látja. Hát Hortobágyon ott az egészet látta, ugye azt a bizonyos éggömböt, amit az elején mutattam. Aztán a következő, ugye az idő. Időmérés, hát mondták a falusiak is, hogy a pásztorok a óra menetit ugye a csillagok állásából tudják, hát nagyjából, nem kellett nekik percre pontosan tudni. Vannak ugye ilyen régi könyvek, amik magyarázgatták ezt, ugye mint a Csízió. Na és akkor nézzük meg, hogy a mostani emberek mit mondanak erről. Ugyanúgy fordultak a csillagok, mint a nap, ugye? Csak hát ez egy öreg pásztorbácsi egy kicsit furcsán mondja. Az egyik éjfél előtt mozdult meg, hát nyilván ahogy észrevette. Azt mondja, én is édesapám is felkeltünk fejni. Na menjünk, itt van ez a csillag, ott van ez a csillag, hinyja az ebattát, mindjárt hajnal lesz. És akkor itt egy érdekes kis adalék, Pap Gábor művészettörténésznek volt egy olyan ötlete, hogy ugye ez a középkori francia pásztor kalendáriumban, ahogy méri a pásztor a csillag magasságát, ugye a hortobágyi ostoron is vannak ilyen kis görcsök, ilyen csomók, és hogy azzal is lehet mérni, ugye, hogy éppen melyik csillag milyen magasan van, tehát akár ezzel is lehetne az időt mérni. Akkor egy pár fontosabb csillagot, bolygót, csillagképet még megnéznénk. Ugye itt van mindjárt az esthajnali csillag, amit majd meglátjuk, nem biztos, hogy a Vénusz. Nyilván van ennek egy nagyon keleti hagyománya, ugye a Sábesz zsidók kapcsán ugye tudták, hogy ez a figyelik, és ennek alapján határozzák meg például az ünnepnek a időtartamát, de a nádudvari reformátusok már a nagypénteki böjtöt is ehhez kötik. És akkor nézzük meg a mostani pásztorok mit mondanak. Az esthajnali csillag is feljött ugye na, de mikor megy le hajnalba? Este feljünk, korán hajnalba meg lenne. Hát erről gondoltam én, hogy ez nem a Vénusz. A Vénusz is lehet, természetesen, de én az Arcturusra gondoltam, mert az a nyári időszakban valóban estétől reggelig látszik, és egy fényes csillag. Hajnalcsillag hajnalba feljött, 2 órakor feljött, nyárba is már 2 órakor feljött, akkor következtek a pásztorok, hogy kezd már viradni, már a kakas is kukorékolt, mondja. Azt mondja, hajnalba csillag megy el lefelé, hajnalban az utolsó, megfigyelte az ember. Tehát magyarán, ugye ezek most nem akarom végigidézni az összeset, tehát a mai pásztorok is, az idős pásztorok tudnak erről, de azért lesznek még ennél érdekesebbek is. Ugye itt van a göncölszekér. Nagyon érdekes a göncölszekérnek egyébként a hagyománya. Ez az egy csillagkép, amit szerintem mindenki még mind a mai napig ismer. Ugye a Salk Gyulának van egy szép írása, abban azt írja, hogy talán ez az a magyar öregisten, ugye, aki villámokat hordoz a szekerén, ami már a pogánykor óta ugye a magyaroknak meglevő csillagképe. Na mindegy, hát ezt mindenki ismeri, a rút törését ismerik, a kisbérest ismerik, ez ugye megint a régi gyűjtés, tehát ugye fejlom még egyszer a figyelmet, tehát ezek, amiket így vetitek, ez a 82-es publikációból ered, és ugye már akkor is írja, ahogy a rúdja lefelé fordul, éjfél van. Emlékezzünk csak vissza, ugye erről beszél 19. században a pusztalangyalházi Csikós is, meg ugye erről ír még azért Kandra Kabos is szintén a könyvében, vagy éppenséggel ugye a magyar néprajzban is olvashatunk róla. Miről beszélnek a mai idős pásztorok Hortobágyon? Göncölszekér így áll este, reggel meg lehajlik a rúdja. Amikor még nem volt óra, megfigyeltem. Ugye akkor írja, hogy amikor elmúlik éjfél, lefele a rúdja, megy a szekér hazafele. Tehát ugye ez egy tényleg egy még meglévő olyan hagyomány, ami nagyon-nagyon nagy múltra vezet vissza. Hát ugye a göncölszekért nem véletlen figyelték, ugye egész évben látható cirkumpoláris csillagkép és nagyon alkalmas, akár az időmérésére is. Ugye a kis göncöl,
ugye, amire a furú csillagként emlegeti a Pusztaanyaházi Csikós, őt is ismerték, és az égtájak szempontjából is, illetve hát nyilván az időmérésre is nagy valószínűség szerint használták, ugye, sőt ez a nagyon ősi svasztika szimbólum is egyesek szerint a kisgöncő mozgásából ered. A fiastyúk. Na itt egy picit erről talán bővebben, nem tudom, hol tartok most időben. Mennyi időn van még? Még 6 perc. 6 perc, akkor sietnem kell. Most az előzőt nem lehet beleszámolni esetleg, hogy a kis maradékot, mert ott maradt vagy 2-3 perc. Azzal együtt. Jó. Akkor itt már tényleg nagyon gyorsnak kell lenni, pedig a legizgalmasabb részek most jönnek. Ugye miről beszél a fiastyúknál? Hát pontosan az a bizonyos heliákus kelésről, amiről az egyiptomiak is. Ugye, hogy dinnye nem nő, amíg fiastyúk nem rúgja széjjel, stb. Stb. Kukoricafosztásnál is figyelik. Ugye hát látjuk, heliákus kelés június közepén, tehát a nap felkelte előtt. És ugye itt pedig egy fontos felfedezésemről is szeretnék, lehet, hogy nem én fedeztem fel. Ugye ebbe fiastyúkról sokat beszélnek, és mondják, hogy fiastyúk, van sok apró csillag, meg van benne egy fényesebb csillag, mondják, ugye, hogy ezért a fiastyúk. Csomó csillag egy bokorba. Na hát az a fényesebb csillag, az nyilván egy bolygó, ugye a ekliptikán fekszik. Tehát én innen vezetem vissza, hogy fiastyúknak hívják, mert ugye egyébként csak a fiak lennének ott, az aprók, hát ott van a tyúk is. Tehát ez egy érdekes dolog, ugye ezt is ismerik. Oriont, mint kaszás csillagot. Erről is ugye a 80-as években még szépen írják, hogy ilyen kaszások, ugye itt van ez a kaszálló, ott van a három kaszás. És a maiak is, ugye hát ennek is megvan az a bizonyos heliákus kelés témája, mert ugye be kell fejezni az aratást, amikor megjelenik az Orion, tehát ez is egy 1000 éves múltra vezető vissza. És a maiak meg ugye hogy mondják, hogy igen, azt mondja, pattog, mint a kasza, úgy csinálja, amely mindig ott körül vonul a fiastyúk. Hát persze, hogy ott vonul, így van, az ott van. Tehát az öreg pásztor ezt is tudja. A Sirius, mint Sántakata. Ugye megint gondoljunk vissza, hogy a néprajzi könyvre, meg Herman Ottóra. Ugye hát tudjuk, miért Sántakata a Sirius, mert ugye szintillá. Tehát nagyon rebdes villog, és mit mondanak a maiak? Ugye ezt még Kandra Kabos is megjegyzi mitológiai munkájába, hogy hát igen, a kaszásokkal jár. És mit mond a mai pásztor, az öreg pásztor? Kata azért Sántit, mert így levágta a kasza a lábát. Azt mondja, hogy tehát gyakorlatilag ott van ugye közel hozzá a kaszás. Ugye a hattyú az országút mentén jár, ezt is mondták a régiek, hát nyilván ott jár valóban. A tejút az megint egy külön téma, ebben most nem is nagyon mennék bele, tehát ismerik a tejútat, országútjának is hívják, szalmás útnak is hívják, és a maiak is mondják, hogy igen, végig látszott, akkor tudtuk meg, hogy nem lesz eső. Azt mondja, a tejútra emlékszem, hosszú világos nyúlván a szemem előtt. Mondja, észak-kelet délnyugati irányba ment, tiszta időben lehet látni. Meteorok. Ugye hát nyilván az emberi életnek a fordulóihoz kötik, születéshez, főleg halálhoz. A maiak is ezt mondják. Leszalad egy csillag, azt mondja, hulló csillagot látott, mikor van, amikor a madár vedlik. Ugye, így mondja a pásztor. Azt mondja, na meghót valaki. Tehát ez is megint ugye az a régi hagyomány. Akkor a nap. A napot még ma is köszöntik egyes pásztorok, öreg pásztorok. Öregnek hívják. Teljesen pogánykori gondolat. És ugye itt a napóra téma. Na most ezt csak azért vetítem itt fel, mert ez az omániaknak van egy ilyen öntözési rendszerük, ami része most már a világörökségnek. Ők is ugye ezt a hagyományos napórát használják. Mit mond ugye a mai ortobágyi öreg pásztor? Ugye hát persze itt van a kémes kút is jó napórának. Ugye a napjárásából meg tudták állapítani, árnyékról nézték, ha álltunk a napra, háttal álltunk a napra, és az árnyék állásról megtudtuk. Ugye azt mondja a másik, hogy kopik az árnyék, ez alapján tudja, meg akkor van dél, amikor át tudja lépni az árnyékát. Hát tényleg rövidebb. Tehát fantasztikus, hogy mennyire tudják ezeket. Aztán ez egy nagyon izgalmas dolog, ugye mindig is figyelték a régiek, hogy a nap az ugye hogy vonul éves járása során, például ez egy kőkori temetkezési hely, tavaszi nap fordulókor
világítsak be a nap. Mit mond a mostani ortobágyi pásztor? Nem mindig ugyanazon a helyen jön fel, hanem ősszel arrébb van, és azt mondja, kelet felől jön fel a nap, emberhónap következik, ugye? A őszi-napi egyenlőség. Tehát fantasztikus, hogy miket tudnak az öreg pásztorok még. És ugye hát ezt nyilván csak felvillanásterően vetítem, illetve egyes néprajzosok szerint ez is ezt mutatja a napjárását, ugye, hogy tél, napfordulók, tavasz, illetve bocsánat, nyár. Tehát a nyár, a napfordulók, napi egyenlőségek. Itt is ugye a szárnyas nap ezzel a hármassággal, tehát a két napforduló és a középen a napi egyenlőség. Ugye a holdat is használják, és ugye ez a bizonyos csurgóra áll a hold, ezt igazából nem tudom, hogy mi, de még a maiak is erről beszélnek, tehát ezt most szóról-szóra lejegyzeteltem. Csurgóra áll, ahol eső lesz. Meg ugye azt mondja a másik, hogy Szent Dávidot látja a holdban. Ugye Szent Mihály napjának a megfigyelésre, tehát nyilván a jeles napokat külön figyelték, akkor ezt már nem, mert ez csak egy összefoglalása, és akkor inkább egyet hallgassunk meg, a Józsi bácsihoz elmentünk, igen, Molnár Józsi bácsihoz, egy rádióriporterrel, utána már, hogy én jártam, mert beszéltem a Gyarmati Péter nevű névrokonommal, Magyar Rádiótól. Józsi, ha hat leszek, július 27-én, csillogok, csillogok, szépen ragyogjatok, a tegei legeinek utat mutassatok, de mutassatok utat annak a szegeinek, hadd találja meg a régi szeretője. A nádudvari Molnár József és öccse Molnár Imre fél életüket a szabad ég alatt töltötték, pásztorok voltak. Az 1930-as években még kisgyermekként kezdtek dolgozni a hortumágyi legelőkön. Olvasnak a csillagok állásából, és számos legendát tudnak a csillagképekről, vagy a holdról, melyben szerintük ott van a Szent Dávid. Ketten ott vannak, ott muzsikálnak. Holdban van benne a Szent Dávid? Benne. Minden hónapban új hold jön fel. Mindig erre jön fel a hold. Miért nem jön állítani, mit a nap? Na? Miért nyugatról jön fel a hold, és miért nem keletről? Miért nem keletről? Megnyugszik. Nap meg kell. Na most azt is figyelme, a Szent Dávid nem mindig van a holdban, ahogy a hold nő, amikor már egész, akkor van. Imre bácsi, mondja már el nekem, mi az a Szent Dávid, hogy néz ki? Mint egy ember. Olyat keresek a holdban? Éppen úgy néz ki, mint egy ember. Igen. Csak olyan halványok van, látszik. Van a fején sapka? Van egy kalap, vagy csárkalap. Mit csinál még? Ott a nálnak így egymásnak, az egyik év a hegedűben, ott ottan beszélgetek, vagy nem beszélgetek, én nem tudom. Többen is van. Hát valószínűleg Cicellére gondol, vagy Szent Ceciliára, csak azt már nem tudja. Az mit jelent, hogy a hold csurgóra áll? Így van, a holdos így letalál. Az már esélyt jelent. Ezt mondja Imre testvére. Mit mond Jóska bácsi? Én is azt tudom mondani, csak mert akkor kell megfigyelni, hogy kedvezik az új hold. Olyan kis vékon még, mint a dugjó. Két napos lehet, ha a hold kipliálású, ugye? Ha két kiplia lefele van, akkor abban a hablóban sok eső lesz, de ha felfele áll, akkor a szárazság lesz. És ez így van? Így. Na, majd figyelj ez a fel. Mi az a sántakati? Az egy csillag kéne szépen, és mindig ugrál. Az azt csinálja, mindig minden meg. Mozog? Igen, mozog. Kitől tanultál ezt? Ki adta ezt a tudást? Az öreg emberek. 14 éves kérdőpontú hajnalba kárt itt áll. Hé, pattog a fiasztjuk, nincs a gyerek az anyag, úgy mond kinek a pár. Sántak, hogy fiasztjuk, kinezik egy bennünk, rúdja bele rúdja. Na most, hogyha már finn ez a rúd, a göncölszekél rúdját kellett-e figyelni? Egy csillagban van a göncölszekere, tudja? Négy kerek, három a rúdja, az görbe. Most évél után megfordul. A rúdja van le, hanem már megy a szekér hazafele. Ezt jelenti? Igen. Az azt jelenti, hogy közeledik a hajnal? Igen, mert ugye a este, amikor feljön, a göncölszekének, hogy van a négy kereke, úgy ki van az festve a négy gömbből. Az meg ugye három a rúdja görbe. Akkor a rúdja mindig felfele van, mint mikor a felfele jön. De amikor évfél elmúlik, efele áll a rúdja, mert és hazafele. Mindennek van egy ideje. Egy embernek van egy élete, 80-90 pétek mennyi, ugye? Viszont a gyümölcs is, ha megérik, a párul lehúl, ugye? Ez így biztos. Úgy van, úgy megérik, az is. A csillag. A csillag. Mert tulajdonképpen ez, amit mondunk, tüzet állt. Mert tüzet állt. A kova kő. Így van. Akkor azt mondja, hogy ha a csillag megérett, a vége az életének lehullik. És mikor van több hulló csillag? Azt tudja? Mikor a forróságban. Na hát akkor ez lett volna a vége előtt még egy
10 másodpercet kérek, mert egy fontos dologról szeretném még beszámolni. A Asztronómiai Nemzetközi Csillagászati Unió és az UNESCO-nak van egy csillagászat és világörökség programja, és Pásztor Emiliával közösen beneveztük, hát ilyenek vannak benne, ugye? Beneveztük meg ilyen is például, ugye a aboriginál tudás, beneveztük Hortobágyot, mint a népi csillagászat egyik utolsó emlékhelye, és most már ott van a csillagászat és virágörökség listán a Hortobágy is, mint a Indigenous Use of Astronomy című fejezetben, tehát mindenki megtalálja. És ez egy elég friss dolog, ez még az elmúlt heteknek a termése, tehát ezzel szeretném befejezni az előadást. Köszönöm a figyelmet!